Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió híradóját látják, legfontosabb híreinkkel kezdünk. Nyílt párbeszéd, közmeghallgatást tartottak Sárospatakon. Tiszta szívvel, sátoraljaújhelyi gimnazisták lették meg az Erzsébet kórház kisbetegeit. Ezüst vasárnap, a harmadik adventi gyertyát is közösen gyújtották meg a Makovec téren. Az év eredményeit értékelve tartotta meg közmeghallgatását Sárospatakváros önkormányzatának képviselőtestülete. Egyúttal a megjelent érdeklődők is elmondhatták véleményüket a város ügyeivel kapcsolatban. Az eddig elért eredményeket valamennyi hozzászóló kiemelte, de elhangzottak olyan javaslatok is a városban élők részéről, amelyek a település még szebbé tételét szolgálják. Aros János polgármester szerint ezeket a véleményeket is igyekeznek figyelembe venni. Minden esztendőben az év végéhez közeledvén közmeghallgatást tart Sárospatakváros önkormányzatának képviselőtestülete. Így volt ez az idén is. Az Újbástya Rendezvény Centrumban megtartott esemény keretében a jelenlévők előbb a pénzügyi és gazdálkodási iroda vezetőjének beszámolóját hallgathatták meg az önkormányzat ezévi gazdálkodását illetően. Ezt követően már Aros János polgármester összegezte röviden az eddig elért eredményeket, és vázolta azt, hogy 2015-ben milyen célkitűzéseket szeretnének megvalósítani. Nagy örömmel hallottuk, hogy azok a fejlesztések, amelyeket elkezdtünk 2014. év elején, ezek a lakosságnak egyértelműen tetszését váltották ki, azok az útfelújítások, azok a kátyúzások, amelyeket láthatnak, mindenkinek tetszik, a nyári rendezvények mindenkinek tetszettek. Ami javaslatként és kritikaként fölmerült, az elsősorban a fürdő bérletével, éves bérletével kapcsolatban volt, hiszen a korábbiakhoz képest a 32.000 forintos éves bérlet, ez most a 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft. Által üzemeltetett végadó fürdőben ez 40.000 forintra emelkedett a sárospataki lakosoknak, továbbra is természetesen megadjuk az 50%-os kedvezményt a pataki lakosoknak, továbbra is megadjuk a 20%-os kedvezményt a sátoraljaújhelyi lakosoknak, továbbra is megadjuk a nagycsaládosoknak, a családosoknak a kedvezményt. Ami kérés volt, hogy egy reggeli úszóbérlet kialakításának a lehetőségén gondolkodjunk. Aros János azt is elmondta, hogy a jövő évben is igyekeznek figyelembe venni a lakosság azon kéréseit és igényeit, amelyek a város szebbé tételét eredményezik. Most is hallottunk olyan javaslatot, amelyet érdemes megfontolni, ez például a település részenként összegyűjteni a problémákat és ezeket rangsorba rakni. Természetesen ezzel is foglalkozni fogunk a következőekben. Ami még elhangzott, és szintén én azt hiszem, hogy nyitott fülekre fog találni, ez az, hogy a most már szépen, virágosan, tisztán tartott belvároson túl próbáljunk meg elsősorban utcabútorokat, szemét tároló edényeket kihelyezni a város külső területein is, hiszen valóban vannak olyan területrészek, amelyeket gyalog megközelítve elég messzire találhatók egymástól a szemét gyűjtő edények. Ezeknek a beszerzésére is már a mai reggel utasítást adtam, úgyhogy reményeink szerint tavasszal ezek is megtörténnek és beszerzésre kerülhetnek. A közmeghallgatás legfontosabb célja, hogy a lakossági kérések felmérése mellett közvetlen párbeszédre adjon lehetőséget a lakók és a városvezetők között. Meglepetés műsorral és játékokkal kedveskedtek a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnáziumi szakközépiskola diákjai, pedagógusai az Erzsébet kórház gyermekosztályán fekvő kis betegeknek. A gimnazisták életében fontos szerepet tölt be a jótékonykodás. Többször gyűjtöttek már adományokat is a rászorulók számára. Ebben az évben személyes találkozásokon keresztül szerettek volna örömet okozni, mely a kórházban fekvő gyermekek arcát látva sikerült is. Eszébe jutott, hogy tennék éve, valami nagyon fontosabb. Dalokat, verseket és meséket vittek ajándékba a Kossuth Lajos gimnázium diákjai és tanárai az Erzsébet kórházban gyógyuló gyerekeknek. A karácsony ünnepekhez közeledve a zenés irodalmi összeállítással szerettek volna családias légkört teremteni az önkéntesek a kisbetegeknek az egészségügyi intézményben, és hozzájárulni mi hamarabbi hazatérésükhöz. A gyerekek eleve félnek, megijednek, amikor kórházba kerülnek, és ha valami más történik, ami nem a beavatkozások, a vizsgálatok körül forognak, azt mindig szívesen fogadják.
játékokból elég kevés van az osztályon, fogyóeszköznek számít, úgyhogy bármilyen ajándékot kapunk, nagyon örülünk neki, és szívesen fogadjuk, és a gyerekek is szívesen játszanak vele. A gyerekek kedvükre válogathattak a játékok között, hiszen a gimisek a szavak mellett egy nagy doboz ajándékkal is meglepték az egészségügyi intézményt. Áron kedvence egy repülőgép lett, de több figurát is kiválasztott. Repülőt. Mert? Sorolt fel, mi van itt még? Az dinoszaurus. Igen. És sokan. Kocsi. Áron édesanyja szerint a kórházban mindent megtesznek a gyerekek felépüléséért. Kedvesek, aranyosak az orvosok és a nővérek, a diákok műsora pedig örömet okozott a kisbetegeknek. Itt a gyerekeknek azért ez nagy öröm volt. Minket is meglepett, nem is tudtuk, hogy lesz például műsor, tehát még meglepett. Nem mondjuk nem készültünk ide, de meglepett. Jól, jól, örül neki. A Kossuth Lajos Gimnázium diákjaitól nem állt távol a jótékonykodás. Több alkalommal gyűjtöttek már adományt az iskolában, melyet a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének közreműködésével juttattak el a rászorulókhoz. Ebben az évben a szeretet kifejezésének más formáját választották. Minden éven próbálunk karácsony előtt valamilyen meglepetést szerezni, akár az állatmenhelynek, akár a Vöröskeresztnek gyűjtöttünk. Idén úgy gondoltuk a gyerekek kezdeményezésére, hogy a kórházba, illetve az idősek otthonába és a szeretet otthonba látogatunk el egy rövid műsorral, azért, mert azt gondoljuk, hogy amellett, hogy tárgyi ajándékot adunk, nagyon fontos az élmény. És azok, akik kórházban vannak, valamilyen oknál fogva, különösen jól esik az, hogyha törődünk velük, különösen így karácsony előtt, így karácsony környékén, ezért szerettük volna ezt így megvalósítani, és ezzel örömet szerezni nekik. A beteg gyerekek mellett a Szent Anna szeretett otthon idős lakóit is megajándékozták a gimnazisták. A városi adventi koszorú harmadik gyertyáját gyújtották meg a sárospatakiak a hétvégén. A város önkormányzata által szervezett ünnepség keretében most a középiskolák adtak közös műsort a megjelenteknek, megidézve a karácsonyi készülődés hangulatát. Ezen a vasárnap estén is sokan érkeztek a Makovec térre ünnepelni, akiket a jó hangulat mellett forró tea és egy kis forralt bor is várt. Vasárnap este ismét egy közösségé kovácsolódtak össze mindazok, akik a karácsonyi készülődés jegyében a sárospataki adventi koszorúnál gyűltek össze. A város önkormányzata által szervezett ünnepség jegyében most a helyi középiskolák közös műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Ennek keretében előbb Tóth Tamás, az Árpád vezér gimnázium igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Ahogy Márai Sándor írta, ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, tisztálkodjál belülről és kívülről, felejts el mindent, amit a köznapok szertartása és feladata rád ró. S valóban, ha át akarjuk élni karácsony egyedülálló titkát, hogy mindannyiunk lelkében újjászülessen a szeretet, s annak fénye rávetődjön a körülöttünk élőkre, ahhoz először a mi szívünkben kell lesöpörni mindazt, amit a hétköznapok során folytatott küzdelmeink, gyarlóságaink ránk raktak. Ám ez nem lehet egy kötelezően és felszínesen elvégzendő feladat, amit látványosan és zajosan megteszünk, amiről hivalkodóan beszélünk, mert azt gondoljuk, hogy ezt várják el tőlünk, vagy mert divatja van. Ez több annál. Ez belülről fakadó igény, ennek belülről fakadó igénynek, igazi akaratnak, elmélyült önvizsgálatnak kell lennie. Ezt követően a Vaj Miklós Református Szakképző Iskola és a Református Kollégium gimnáziumának közös karácsonyi programja teremtett bensőséges hangulatot. Fejér Zoltán László református lelkész szólt az egybegyűltekhez. Az ember érzékenyé lesz a szeretetre, mert ilyenkor az ember úgy érzi, hogy jó, sőt, sokszor úgy érzi, hogy fontos szeretni. Mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Advent harmadik vasárnapja, öröm vasárnap, az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. Ez a vasárnap kiemelkedik a többi közül, hiszen advent második felének kezdetét jelzi.
Sárospatakon advent 4. vasárnapján, december 21-én gyújtják meg az utolsó gyertyát, amikor is a sárospataki civil szervezetek szerveznek majd műsort az ünneplőknek. A Kárpát-medencei református oktatási alap felhívására gyűjtöttek adományt a Sátoraljaújhelyi Református Általános Iskolában. A szülők és pedagógusok jótékonysági vásárt szerveztek. A sátoraljaújhelyiek az itt befolyt összeggel csatlakoztak a határon túli egyházi iskolák, óvodák megtartását célzó programhoz. Sütemények, karácsonyi díszek, használt könyvek és játékok vásárával gyűjtötték az adományokat a Petőfi Sándor Református Általános Iskolában. Az itt befolyt összeget a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap javára juttatja el az iskola. Ez a szervezet a határon túli református intézmények fennmaradását, megtartását támogatja. Az iskolában osztályonként készültek a vására, kiki a maga tehetségével segítette a nemes célt. A gyerekeimet arra nevelem, hogy az adás és a adományozás, ez milyen fontos dolog, és ők is felajánlottak a játékaikból, könyveikből, zsákba macskát csináltunk, én pedig sültalmát sütöttem az iskolának a felajánlásra. Az oktatási alap a határon túli területeken, óvodák, iskolák indítására, meglévő erdélyi, felvidéki és délvidéki református intézmények működtetésére és a már hagyományos Biblia programjára fordítja a támogatást. A hozzájárulásokból összegyűlt forrásra pályáznak az egyházkerületek. A támogatás, amit összegyűjtenek a gyerekek, a szülőknek a segítségével és a pedagógusok támogatásával, azt a Magyarországi Református Egyház megduplázza. Az előző évben 25 millió 700 ezer forint volt az az összeg, amelyet erre a célra tudtak fordítani. Amikor mi ezt meghirdettük itt iskolán belül is a szülőknek, és küldtünk egy rövid tájékoztató levelet, ebben pedig azt írtuk le, hogy a testvéri összetartozás érzése kell, hogy áthasson minket, hiszen akkor, amikor megkapják ezt a csekély adományt, és akkor gondolhatnak ránk, illetve van lehetőségünk, mert tudjuk azt, hogy kik kapják ezt meg, velük felvenni a kapcsolatot, érdeklődni, hogy mire fordították. 2014-ben kiemelt kedvezményezetként Alistál, Kézdivásárhely, Nagybereg, Nagyvárad és Pacsér református iskoláinak, óvodáinak gyűjtötték az adományokat a hazai iskolákban. Megyei versenyen dobogós helyezett, vagy országos versenyen elért eredmény. Ez volt a belépő szint azoknak, akik Sárospatakváros önkormányzatától a kimagasló teljesítményük elismeréseként emléklapot vehettek át. Idén majd 400 gyermek került be az elismertek közé, ahol két kategóriában vehették át a díjakat. A város alpolgármestere hangsúlyozta, már a több mint 20 sportágban próbálhatják ki magukat a pataki fiatalok. A jó tanuló, jó sportoló díjakat Sárospatakváros legjobban teljesítő fiataljai vehették át december 12-én a testületülés keretében. Már ott is elhangzott, a négy kiemelten díjazotton kívül további sikerekre is büszke lehet a város. Több száz fiatal vesz részt az iskolákban és egyéb szervezeteknél zajló utánpótlás nevelésben a városban. Fiatalság pedig egyre csak hozza a szép eredményeket. Az elismeréseknél két kategóriában díjazták a tehetségeket, az emléklapokat a polgármestertől vehették át a sportolók. Az egyik a megyei versenyeken elért dobogó, tehát ez volt a minimum, amit el kellett érni. Ez legyen diákolimpia vagy szakági versenyek. És a második kategória országos versenyen valamilyen eredmény, hiszen aki országos versenyig eljut, az már ugye feltételező, hogy körzeti, területi, régióbajnokságokat nyert, és országos eredmény már bármilyen szint is legyen, az mindenféleképpen díjazó. A köszöntésen elhangzott, több mint 20 féle sporták közül választhatnak a helyiek. Elérkeztünk oda, amit körülbelül 6-7 évvel ezelőtt elterveztünk, hogy elsősorban Sárospatak kisváros lévén nem tudunk felnőtt, profi, nagy csapatokat fenntartani, hiszen nincs akkora kondíciónk, lehetőségünk. Viszont egy dolgot szeretnénk, a rengeteg gyereknek lehetőséget adni. És itt a megnyitó beszédben is mondtam, hogy több mint 20 féle sportág létezik Sárospatakon. Én nagyon büszke vagyok erre. Tudnék, ez azt szolgálja, hogy sokan kipróbálhatnak sok mindent. És aztán majd az idő eldönti, meg a tehetség, a szorgalma, hogy mi az, amiben tehetséges, és valóban tovább viheti a sportot, és mi az, amiben esetleg nem, akkor kipróbál mást. Viszont mi azt vállaltuk, és azt szeretnénk teljesíteni, hogy a lehetőséget adjuk meg, hogy kipróbálhassa magát, akár 20-22 sportágban is, ami itt Sárospatakon most már lehetőségként megvan.
Az átadónak idén a helyszíne is változott. Annyi érdemes fiatal van a városban, hogy a korábbi helyszínen már nem tudták volna megtartani a rendezvényt. Az alpolgármester azt mondta, több mint 400 fiatal ért el valamilyen megyei vagy országos magasabb szinten is jegyzett eredményt az idei évben. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya is bekapcsolódott abba a nemzetközi szintű közúti ellenőrzési sorozatba, melyet az elmúlt hétvégén hajtottak végre. A TISZPOL akció ezúttal az ittas vezetők kiszűrésére irányult. A város több pontján a környékbeli hatóságok együttműködésével vizsgálták a járművezetőket. A kiemelt közlekedési akciót megelőzően a hatóság a Bodrog közterületén a kerékpárosokat vette górcső alá, a látni és látszani elv alapján. Hiányosságok esetén láthatósági mellényt és világító berendezéseket adtak át a rendőrök a bicikliseknek. A szabálysértők ezen belül is elsősorban az ittas vezetők kiszűrésére irányult az a fokozott közúti ellenőrzés, melyet a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya hajtott végre a nemzetközi TISZPOL akció keretében. A hatóság a város több pontján, alsóbrendű utakon és nagyobb áruházak parkolóiban kiteréses módszert alkalmazva folytatta le a jármű vezetők ellenőrzését. A rendőrség vizsgálta az okmányokat, de a szondát is valamennyi megállított sofőrnek meg kellett fújnia. December hónapban ismét megrendezésre került a TISZPOL akció, minden TISZPOL akció célirányos ellenőrzésre irányul. Decemberben az ittas vezető kiszűrésére irányult az ellenőrzés, melynek során kiteréses módszerrel végeztünk ellenőrzést. Ennek során az akció ideje alatt egy gépjárművezető elfogására került sor, aki úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. A többi gépjárművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda nem mutatott ittasságot, de ennek ellenére három személlyel szemben szabálysértési bírság kiszabására került sor. Egy esetben azért, mert nem tartotta magánál a vezetői engedélyét, műszaki érvényesség volt lejárva, illetve nem megfelelő műszaki állapot miatt. A TISZPOL akciót megelőzően a látni és látszani kampány keretében a Bodrog közterületén hívta fel a rendőrség a járművezetők figyelmét arra, hogy a megváltozott látási viszonyok között még fontosabb a látás és a megfelelő kivilágítás. Ebben az esetben a kerékpárosok ellenőrzésére is nagy hangsúlyt fektetett a hatóság. A bicikliseknél tapasztalt kisebb hiányosságok esetén figyelmeztetésért, de a rendőrök a rendelkezésükre álló láthatósági mellényeket és világító berendezéseket is szétosztották azokban az esetekben, amikor nem volt megfelelő a kerékpár és a kerékpáros felszereltsége. Kerékpárosok a legveszélyeztetettebbek ebbe az időszakban, mert sokszor előfordul az, hogy abban a hitben vannak, hogy van lámpájuk, de menet közben egy-egy világító berendezés, amelyik elemmel működik az elem lemerülését követően, sajnos láthatatlanná teszi a kerékpárost, ezért lényeges, hogy amikor korlátozott látási viszonyok vannak, ne csak a világító berendezéseket, hanem a láthatósági mellényeket, illetve a fényvisszaverőket is alkalmazzuk. A közlekedés rendészeti osztály a most lebonyolított akciókkal nem zárja le a járművezetők ellenőrzését. Az ünnepek közelettével, karácsonykor és szilveszterkor is jelen lesznek a rendőrök az utakon. Az ünnepek alatt is a fő cél az itt a sofőrök forgalomból való kiszűrése lesz. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Nyílt párbeszéd. Közmeghallgatást tartottak Sárospatakon. Tiszta szívvel. Sátoraljaújhelyi gimnazisták lették meg az Erzsébet kórház kisbetegeit. Ezüst vasárnap a harmadik adventi gyertyát is közösen gyújtották meg a Makovec téren. Kedves nézőink, végül hallgassanak meg egy felhívást. Agyvért és ments meg három életet. A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi Kistérségi Szervezete véradás szervez Sárospatakon. A művelődés házába várják az önkéntes véradókat december 16-án és 17-én reggel 9-től délután 4 óráig.
Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatok van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!